Sziasztok, köszöntök mindenkit ismét! Ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogy 4000 forintért itt Balatonnál milyen szállást kapunk. Igaz, egy éjszakára. De aki gyors utazóban van, mint én, ugye ellátogattam a Fekete Kastélyhoz, hogy készítsek egy videót. És hát ugye, mivel közel 6 órát utaztam, ugye Szegedről utaztam 400 km-t ide, ezért úgy döntöttem, hogy mindenféleképp találnom kell egy éjszakára valami szállást. És hát ezt találtam, és itt szálltam meg, és szeretném nektek ebben a videóban bemutatni, hogy mit kapunk 4000 forintért itt a Balatonnál. Tehát itt vagyunk Balaton-Edericsen, Szegedtől 400 km-re. Egy picit a kilátásról, de erre még később visszatérünk. És akkor a szállás az itt van fent. Ugye láthattátok, itt mellettünk mindenütt szőlőbirtok. És akkor a szállás az itt lenne, ugye megmutatom közelebb. Amúgy nem tudom, hogy érzitek-e, vagy hogy látjátok, de még a gimbalt, ezt a stabilizátort sem tudtam beállítani. Rendesen, így Ledi picit Ferdin tartja a cuccost, vagyis a kamerát, a telefont. De a lényeg, hogy nem remegős a videó. Tehát még arra nem volt időm, hogy ezt a gimbalt beállítsam. Ugye ennek a padlás terében kaptam egy éjszakára szobát. Hát megmondom őszintén, ellaknék itt simán. Ugye itt a terasz. Hát el tudnám képzelni minden áldott reggelint itt tudjam a kávét. Ilyen kilátások mellett. Láthatjátok. Arra Balaton. Már amennyire meg tudom mutatni így a kamerába, de élőben higgyetek el, sokkal szebb. Holdvilágos éjszaka. És hát akkor menjünk beljebb. Egy kis konyha. Gáztűzhely. Kávé. Szerintem nagyon hangulatos. Kicsi, de a célnak bőven megfelel szerintem. És egyébként megmutatnám, hogy lehet, kihoznak pizzát is, lehet pizzát is rendelni. Azt kell mondani, hogy ide hozzák, és egy fél órán belül itt van, és az árak is azért egész jók. Szerintem 1400 forintért. És hát az alapfelszereltség mikró, hűtőszekrény. Na jó, most családnak lehet, hogy nem éppen alkalmas, de így nekem egy személyemre bőven megteszi. WC, ugye zuhanyzó, viszont a szúnyogokkal vigyázni kell, úgyhogy be is csukom az ajtót, ahogy éjszaka meglepetés érjen. Hát, ez egy ilyen cserépkája szerűség, de szerintem tök jó mutat. És a szoba. Kettő ágyas, de egy magamra bőven megteszi. És hát azért így 6 órás út után nem mondom, hogy tévézni fogok, de látjátok, televízió is van. Tehát szerintem egy főnek bőven elég. Hát ugye 4000 forintért egyébként is azért ne várjatok nagy elképzelést, hogy mondjam. De aki így átutazóban van, mint én is, hogy egy napra szeretné idejönni, ne találtam kettőre, de akkor az valószínűleg 8000, tehát 4000 forint itt egy nap. Hát időközben reggel lett. Hát az elmúlt éjszakával kapcsolatban megjegyezném, hogy hát elég nehezen aludtam, de ez nem a helynek jutató be. A hely az gyönyörű. Inkább azért, mert erősen fújt a szél, és ilyen szellemesen süvítő hang szűrődött be az ablakból. Illetve maga a hely nekem ugye hát csak idegen, és nehéz lenne megszokni, de azért megszoknám. Viszont szeretném én nektek bemutatni a vendégkönyvet, már akik előttem itt jártak, azok is nagyon elégedettek a helyel, illetve szeretnék még nektek egy ilyen panoráma körképet bemutatni. Ugye most reggel 7 vagy fél 8 körül van az idő, hogy most milyen itt a kilátás. Nagyon sokan jártak már itt, és a legkorábbi dátum egyébként 2009, ha jól látom. Hát az sem most volt már, több mint 10 éve.
Hát most nem fogok részletesen felolvasni itt semmit, szerintem ilyen nagyjából átfutva. De nagyon el akarjátok olvasni, akkor állítsátok meg a videót és olvasgassatok. Tehát elég sok bejegyzés van. Szombathely, Budapest. Mindenki azt írja, hogy nagyon meg volt elégedve a helyjel. Úgyhogy ezt nem csak én mondom. És még amit nem mutattam meg, az az épületnek a jobb szárnya, ugye, arra feljövünk. És itt mellettem egy ilyen kis hinta, ilyen kis kiülős rész van. Közben ez a látvány fogad. Hát itt pedig le lehet bonyolítani egy ebédet, egy vacsorát, egy kiülős rész, ugyancsak a tájban lehet gyönyörködni. Gondoljátok, gyertek ide itt is, Balaton Eterics a neve, illetve a YouTube leírásban meg fogom adni magának a szállásnak az elérhetőségét. Találkozunk a következő videóban, addig is tartsatok velem, én még egy picit gyönyörködök a kilátásban, majd elköszönök, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és hát ugye nézzétek meg a többi videóimat is. Sziasztok!